Sziasztok srácok, itt a Vígim, én Ricsi vagyok, ez itt pedig egy rumtúr. Srácok, rengeteget kértétek tőlünk, hogy csináljunk végre egy rumtúrt, de úgy voltunk vele, hogy annyi helyszín van jelenleg a csatorna életében, hogy erre még nem állunk készen, és igazából most sem, de mégis megcsináljuk. Gondoljatok bele, van Ábel, Tamás, én, gyakorlatilag náluk, vagy nálam is Tamásnál van két helyszín, mert ugye ahol lakunk is otthon, Ábel meg hát ugye egy helyszín, de már ez is öt videót jelentene, és ez így totál káosz lesz, de mégis megcsináljuk. Úgyhogy srácok, kezdjünk is innen az ajtó mellől, ahogy belépünk a szobába, itt van az én gitárom, amit szinte soha nem használok. De megvettem, tök jó. Tovább megyünk, könyvek, iratok, egy osztálykép, amin rajta van Ábel és Tamás. Nagyon jó, szerintem szinte semmi nem fog látni, de reméljük tök jó. Kábeles kosárka, amiben rengeteg kábel van ömlesztve, mert az mindig kell. Fontos momentum. Gyerekek, itt egy tévé volt, amíg el nem vittem, ugye a mostani albérletembe. Azért van itt ekkora nagy hely, és rengeteg kábel csorda, tudjátok, Smart TV, Ethernet csatlakozó, stb. Föntről, ha megyünk, hajókat láttok, ami az én egyik hobbim. Gyakorlatilag nem is hobbi, hanem, mert nem én készítem őket, hanem amikor elmegyünk nyaralni valahova, ami ugye vízpart, akkor veszek egy ilyen hajót. És ezt mindig így hazahozom, és akkor hát nem csinálom még túl régóta, de minden évben gyarapodik szépen a hajógyűjteményem. Ennek van egy érdekes kis sztoria. Ezt vettem talán elsőnek, ez a hajó. Utolsó nap voltunk, azt hiszem, azon a helyen Horvátországban, és nagyon megtetszett ez a kis hajó, és eldöntöttem, hogy ez nekem már pedig kell, és megkérdeztem apát, hogy megölhetjük-e. De valami horribilis ára volt, gyerekek, tehát, hogy 10 évvel ezelőtt is valami 20-akárhány ezer forint, és mondta apa, hogy ennyi hülyeség megvenni, és igaza is volt, de nekem kellett. Úgyhogy megbeszéltük, hogy megpróbáljuk lealkodni valami értelmes árra. És hát nem nagyon volt rá vevő az árus. És azt játszottuk be, vagy hát játszottuk, hát ez így elég csúnyán hangzik, de igen, végül is ez történt, hogy oda megyek, elmorzsolok 2-3 könycseppet, és mondtam, mutatom, hogy csak egy pénzem van rá, és hát ha odaadja. És gyerekek odaadta, úgyhogy ezt egy nagyon jó áron sikerült megvenni, hát a többit is szépen utána pótolgattuk. Ez egy ilyen Jägermeisteres dolog. Nem tudom, az a baj, sokat ittam a Jägermeister, úgyhogy már nem emlékszem, hogy hogy van meg, de van. Van itt egy ilyen kis valami vásáron vettem. Ulonkatona gyerekek könyvek, amiket szinte soha nem olvasok. És még egy hajó is. Gyerekek, az egerem. Egy-két Jimmy Mes doboz. Nem én ittam meg őket, nem. Egy kupa. Van egy ilyen Discord gyűjteményem. Gyerekek, ezt én csináltam egyébként. Ezt a szobrot. De kurva nehéz anyagból. Nem veszem le jobban, mert félek, hogy elejtem. De ja. Én kezem munkája azért ilyen hülye kinézetű. Jó, az asztalon, srácok, igazából túl sok minden nincsen, mert a gépen már győrbe van. És hát ez egy régi monitor, ami gyerekek csak sima HD-s. Na, halló! A kedves operatőr! Képeket inkább hagyjuk. Oké. Okay. Az asztalról akkor ennyit. Fordulunk tovább, itt van az ágy, ahol még egy ilyen egyszemélyes ágy, ami nem férünk el a kedves operatőrrel. Úgyhogy srácok, ennyi körülbelül az én itthoni szobám, a gyerekkori szobám. Hogyha szeretnétek megnézni a következőt, ami már a győri otthonom, ami végül is egy ilyen stúdió room tour is lehetne, de nem az, akkor mindenképpen csapjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel és nyomjátok be a kis csengőt. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.